Már a kapuban boldogan időztek a Vojtila ház gondozottai. Ebben a kánikulában pár a kapu fogadja ugyanis a betérőket. A frissítő élmény után a mai napon a Kereszténydemokrata Néppárt adománya várta őket az ebédlőben. Petőfi Sándor beszélt a megjelentekhez. A KDNP városi elnökségi tagja elmondta, az országos és a helyi pártvezetésnek egyaránt fontos a társadalmi igazságosság. Céljuk, hogy minél kevesebb legyen a rászoruló. Legutóbbi akciójuk az volt, hogy a beregszásziaknak rendeztek gyűjtést, de a Boldog Károly Vojtila Barátság Központnak is már több alkalommal nyújtottak segítséget. Petőfi Sándor elmondta, a KDNP városi és megyei elnöke Mák Kornél vezetésével a párt jó kapcsolatot ápol a Vojtila házzal. Bármikor segítenek, ha szükség van rá. Az asztali áldást követően az ebéd felszolgálásában segítkezett Petőfi Sándor is. A mai adománymenü rizses hús volt savanyúsággal, kenyérrel, valamint desszertként sütemény.